Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a szakálmetál autóalkatrész. Aki egy kicsit is otthon van a magyar drift életben, annak valószínűleg ismerős lesz magyar Tomi neve, vagy hát a Terror Benz az aik felhúzott dízelmercikkel. Na most ez itt viszont már egy benzinmotor Tomi aktuális versenyautójában, tehát felfoghatjuk ezt egy gyönyörű megtérés történetnek. De azt gondoltam, hogy akkor is mindenképpen ő mesélje el, hogy hogy indult ez az egész sztori, és hogy hogy lett az OM606-ból egy M104. Neked amúgy az autószerelésből lett a versenyzés, vagy pedig a versenyzés hozta magával az autószerelést? inkább úgy mondom, hogy a versenyzés hozta magával az autószerelést. Hogy, hogy indult a kijárkálás? Először gondolom illegálba, aztán a versenyek, vagy... Hogy lett a Terrorbenz? Hogy lettél hogy lett te magyar Tomi? Gondolom az autózás előtt is magyar Tomi volt -e, csak a versenyeken. A terrorbenz névnek amúgy van egy különös története, mert ez úgy kezdődött, nekem GTI Suzuki volt, hmm. és azzal jártunk szalonversenyre, meg hát nyilván utcán illegális ilyen-olyan, tehát nyilván mindenki az utcán kezdi, tehát hazudik, aki azt mondja, hogy nem. Nem kell elszentnek lenni. Igen, és akkor utána úgy gondoltam, hogy mivel elsőkerekes volt, untam. Volt egy mellette egy 190-es ami egyébként az eredeti Terror Benz, tehát a, az nem is változott, mert ugyanaz a kaszni maradt. Ez az, és, az autó, amit most láthatunk mts en például. Igen, de itt van kint is egyébként, majd ha gondolod, megnézhetjük. Mindenképp. Ö, ez 200 szívó dízel volt, és úgy gondoltam, hogy szeretném erősebbet. Egyébként már akkor majdnem M104 lett, mert a akkori 200 dízel motort el akarták cserélni velem egy M104-re, mert ugye akkoriban nagyobb érték volt egy dízel merci. Bocs, ezt egy pillanatra tegyük tisztába azoknak, akiknek nem ez nem egyértelmű, az OM, az a ölmotor, az mindig a dízel, az M104, az Így pedig van. mindig az a, a benzines. Így van, az OM az a, a dízel, a M pedig a benzines. Az M104 pedig az pedig a, akkoriban egy 2.8 benzinra akarták elcserélni, 124-esből. Tehát egyébként a kettő az plug-and-play lett volna, és majdnem elcseréltem, mert mindenféleképpen kaparni akartam. Tehát jártunk föl hegyre télen a dízzellel, de hát 70 lóerő volt szegény, tehát sehol máshol nem volt eleje, csak kiégett. De azt örökké. Így van, azt tudtam úgy egyébként. Ö, és a, a körforgomba esőbe, a fehér márványos körforgomba. Ö, ha egyedül ültél benne? Nem, azt kettő is tudtam abszolválni, de akkor már úgy kapargattunk. Ö, és akkor ebből jött az, hogy, hogy, szeretnék egy erőset, nem jött össze ez a, ez a motorcsere, és találtam egy kereklámpás mercit Stuttgart alatt, még akkoriban 500 euróért. Úgyhogy gondolt nézegettem, hogy volt ugye a Black Smoke, aki kint már versenyezett a 103-as Mercivel, Mondom, hát ez jó lenne nekem, meg ugye a gyári motorból tudja ezt a teljesítményt, és olyan furcsa is volt, nem is akartam elhinni először. Mondom, mindegy, próbáljuk meg. És megvettem ezt a kereklámpás mercit, abból kiszedtem a motort, és elkezdtem átépíteni a 190-esbe. De várj, ez a motor a kereklámpásból, ez akkor egy 210-es, az akkor az 5 hengeres volt, vagy a 6 hengeres? 6 hengeres, OM606. Tehát ez már om 600. Egyből azzal kezdtem, így van. Akkor áttettük a, a motort, és elkezdtem vele utána próbálkozni. És a ez névnek egyébként a története az az, hogy kimentünk a lurdi ba egy ilyen péntek esti találkozón, és Míg fölmentünk a Mekibe kajálni, a barátom beleírta a koromba hátul, mert ugye kormos lett egybe hátul, a dízel volt, már húzott volt, beleírta, hogy terrorbenz, és, és így megmaradt. Tehát először megcsináltam a matricába, akkor ugyanoda, be volt írva a koromba, ugyanoda csináltam a matricát, és akkor utána meg úgy gondoltam, hogy ez marad. És akkor utána már jött a versenypálya. Mm, így van, még mikor utcai volt, akkor kimentem egy versenyre, ez lóerőkészakája volt, ott az első versenyen dobogós lettem, és a következő verseny az egy Jimkana volt, oda már, már a Markom racing mentünk, és, és, hogy is volt, a kettő között elvették a forgalmit. És akkor úgy gondoltam, hogy ez egy jel arra, hogy ez versenyautó akar lenni. Úgyhogy nagyjából ennyi volt, hát így, így, alakult az első versenyautó. És amúgy most csak, így a, most csak így, a, annak, akik ebben nincsenek benne annyira, mi a különbség a drift és a Jimkana között? Az, az az autó, ami alkalmas driftre, az akkor nagyjából kiad egy Jimkannára is? Hogy, hogy... Most már nem. Egyébként akkoriban meg lehetett találni nagyjából a határt, uh -huh. mert hogy driften nem voltunk így elszállva, mint most. Mert annyi lóerő, akkor a kormányszög, annyira át van építve az autó. A Jimkannat tulajdonképpen az, az egy szalonverseny, speciális elemekkel. Tehát mit tenni, hogy érintenet kell labdát például az autó hátuljával, de közben időre ment. Én azért szerettem sokkal jobban akkoriban, mint a driftet. Mert hogy időre megy, és hogy abban nem tud senki belekötni, hogyha te beértél 50 másodperc alatt a másik meg 52 alatt, akkor te nyertél. Igen, Ak... hiszen a szépség egy szubjektív dolog a pontozásnál. Így van. Driftne... Még az idővel nem lehet vitatkozni, hiszen ott... Így van, vodás... ezért tetszett jobban a Gymkhana, mert ott nem volt vita. Tehát ott 50 másodperc meg volt, a másik 52, akkor te nyertél. Itt driftni azért ez máshogy van, tudod, pontozás, szubjektív az egész, úgyhogy... És akkor, hogyha jól sejtem, akkor a te... Tevékenységednek egy rohadt jó reklám volt az, hogy a versenypályán ott volt az autó, a nagy füsttel, a nagy teljesítménnyel. Így az hát először nekem úgy ö, alakult a verseny, hogy mindent én is megcsináltattam másokkal. Ö, először Magyarországon csináltattam egy adagolót, aztán csináltattam a dízelmekennel, és akkor így, így abból alakult nekem a kooperáció például a is. Tehát utána úgy gondoltam, hogy miért ne csinálhatnám meg én, elkezdtem csinálni. Ugye nyilván ő segítette ebbe. Ő, nyilván a viszonteladója lettem, tehát neki is érdeke lett onnantól kezdve, és azóta így a dízelmeken kooperációval építem ezeket a terrorbenzadagolókat. Milyen motorokkal foglalkozol most? Mert most azt mondtad, hogy ez itt egy 606-osnak az adagoló. Ez 603 adagoló. A 603 adagoló. Mi, mi, az, amihez te hozzányúlsz? cdi vel gondolom már nem foglalkozol? Vagy De, cd hát Tehát a CD-nél a tuningot én bezárom ott, hogy, hogy chip tuning maximum, lehet tovább menni, de, de, Magyarországon nem szeretik kifizetni. Tehát ott kezdődik, hogy kell 6 darab AMG porrasztó, mindegy hosszabb folyamat ez. Tehát ott az üzemanyagrendszer rendszer sokkal többen van, mint egy ilyennél. De most igazából a fő ez az OM603, OM606, ez a, a régi, tehát 124-es mercitől a kereklámpás mercig, ezek a, ezek a 3000-es turbodízel, illetve a kettőfeles kistestvérei, kettőfeles turbodízel motorok voltak. A, igen. A régi dízeltechnika mondjuk úgy, tehát a, így a, ez az adagolós. a előtti utolsó így van, kamrás, kam, adagolós, így van. Mit látunk itt most? Ez egy 124-es Mercinek az adagolója, ez egy OM603, de nagyon szeretik ugye a 606-ra ezt föltenni, mivel ez még bovzennel működik, tehát tulajdonképpen ugye hátul van csak egy gázkar, egy sima bovnenes technika, így a 606 beépíthetővé válik bármibe. Tehát tulajdonképpen ezt viszik hajóba, 124-es mercibe, 190-esbe, bármibe berakhatod, mert csak egy bovdan kell neki. Mennyire kompatibilisek ezek az autók? Mert azt tudom, hogy a 124-esnek, meg a 190-esnek azért sok alkatrészes tímmel közös fejlesztés Nagyon. Vagy. De akkor nem nagy kihívás betenni bele egy hat Ő, Igazából a körítés nehéz megoldani, tehát hogy elférjen mondjuk a vízhűtő is, mert, mert, én úgy szoktam mondani, hogy a legjobb építés mondjuk a 2 TD a 190-esből, mivel, mivel, abban már úgy volt a vízhűtő, be volt éve a zárhid alá, és volt annyi hely, hogy kényelmesen elférjen a hat henger. Eleve egy hosszú motor van belőle. Meg, igen, meg mivel a 190-esben is volt hat hengeres gyárilag, a 124-ben is volt hat hengeres gyárilag, mondjuk a 190-ben csak benzines volt hat hengeres. Uh -huh. de, de volt. Tehát így elfér. Műszakilag gyönyörű a cucc. Tehát a megmunkálása, a pici rúgók, az elemek, minden olyan igazi gép. De kérlek, tarts már egy gyors talpalót, hogy mit látunk itt, mert én, még azért nekem is vannak itt új dolgok. Szóval hogy, hogy épül fel? Hát, na, kezdjük az elejétől akkor, vagyis hát itt a legnagyobb, amit látunk, ez az adagónak maga a háza, uh -huh. ez egy alumínium öntvény. Ez a regulátor fedele, tulajdonképpen a röpsúlyal, meg ez a regulátor fedele szabályozza a mennyiséget, illetve alapjárathoz, minden egyébhez, ő ebben elvégez mindenféle szabályozást. A, ez itt a vezérműtengé az adagónak, és akkor innen szépen, nagyjából próbáltam sorba kiteríteni, ezekkel ugye, hát nyilván ezek így mennek szépen össze, és akkor eljutunk egészen a nyomó elemig, ugye ez így van betéve az adagolóba, eljutunk egészen a nyomó elemig, ez itt a lelke tulajdonképpen. Tehát ha jól értem, akkor arról van szó, hogy ahogy forog ez a tengely, úgy, hát mint egy vezérlésnél, mint egy... ugyanolyan mint egy vezérműtengely, így Mint van. egy vezérműtengely Ezekkel a bütykökkel, a bütykökkel szépen, megemeli. ugye ez egy ilyen görgő, amúgy azért ilyen tartósak, mert nincs mi elkopni ebben, nincs benne csapágy, egy sima görgő össze van illesztve, szépen fut, ez itt olajba fut alul egyébként, csak itt felül van gázolaj, tehát csak a, itt bemegy és itt kijön a gázolaj, csak ebben a részben van gázolaj, ezért szeretnék egyébként alternatív üzemanyagokkal is használni, mert, mert az olajzáshoz nincs köze. Tehát innentől lefele van motorolaj, és előről a vezéléstől ugye Nem motorolaj Nem használja kenő. ki az üzemanyag kenését. Ő, nem. Mint egy modern... Mint egy modern hát magostomás. maga a nyomóelemet keni egyébként. Uh -huh. Tehát hogy a nyomóelemnél szükség van rá, mert ugye ez is elég szűken van illesztve, de de más nem. Tehát ha jól értem, akkor arról van szó, hogy pici pumpákat üzemeltetsz, viszonylag precízen, hogy mikor Így adagolja be az üzemanyagot. Így van, hengerenként Hol, egyet. Hengerenként egyet. Hol kezdődik a te munkád, amikor a teljesítményt kezdesz növelni? Nyomóelemeknél, vagy már esetleg a tengelybe is bele lehet nyúlni, hogy nagyobbat, nagyobbat emeljen, agresszívebben, Hol indul a tuning A tengelyből sokféle díze. változat van, tehát hogyha ott be akarunk nyúlni, akkor egy másik változatnak a tengelyére. Gyári, vagy utángyártott? Gyári, nincs utángyártott ebből. Nincs utángyártott, tehát nincs. nem ment rá a De nem is megy tönkre. Hmm. Van speciális stroker tengely, de én arról tudok, hogy csak a dízelmeken csinál. Ilyet esetleg a Mina dízel. Uh -huh. Tehát csak külföldön. Nekem egyébként a versenyautóban olyan van, azt még saját kéze ugye a dízelmeken csinálta, és abba, abba köszörült vesztengely van, szóval más. De, de, itt csak gyáriakat használunk. Meg igazából a világ nagy részén is inkább a gyáriakat használják. Um, annyival jobb az én versenyautóm, annak sokkal, hogy mondjam neked, mikor fordulatom van, ilyen sokkal benzinesebb hangja van. Mit jelent a fordulat egy ilyen, ilyen motor? Hm. A versenyautó azért ilyen 7200-at forog a versenyautó. Díze? vigyázz igen. Ő... Apokalipszis a hangja, majd teszünk be róla mindenképpen mi is, de hogy én hallottam most a teljesen, azért az súlyos, hogy szól. Az Nagyon jó szól amúgy, tehát rendesen libabőrös lesz. Minden alkalom a mai napig tőle, úgyhogy az tényleg kemény. A házba belemókoltok? Vagy... Nem, a ház is marad nyár. Tehát marad a tengely, marad a ház, és akkor a nyomóelemeknél kezdődik a buli, ha jól értem. Így van, gyakorlatilag ugye ez a nyomóelem két részből áll, maga az elemből, meg a hüvelyből. Igen. És ugye ezek, ezt így kompletten szoktuk kicserélni, ami a dízelmekentől jön erre a nyomóelemre. Ez a dízelmeken elő cég, erről róluk még nem hallottam, ha jól sejtem ők, akkor a, a dízel tuningban jártasabb. Szerintem őt, egy ilyen kizálló. 20 éve lassan, 20 uh -huh. éve csinálják. Egyébként a Mina Diesel volt az első, de ők ott fönt vannak éjszakon, tehát... Miben különbözik a gyári nyomóelem és a módosított? Hát itt a gyakorlat, amit itt első körben látsz, a, igen, látom, átmérőben nagyobb az az elem, amely... Pontosan a ennek elem. az átmérőjét szokták ilyenkor megadni. Ugye, látod a kis hüvely? Igen, ez az, amiről kint beszéltél, hogy ötös, hetes. Így van, ez úgy szokott kinézni, szívó dízel legkisebb, az ötös. ös uh -huh. tehát 5 öt, mm, 5 mm maga a szélesség az elemnek. Igen. Utána megyünk fölfele, az 5 és feles volt a 104-es turbódízelek, a hatos elem az már csak az elektromos adagóban volt, az OM606-ba, tehát a 300 turbo és onnantól megy fölfel a tuning, én a 7 és feles és a 8 elemet használom. Na most a 7 és feles szoktam még utcára ajánlani, mert ezzel marad hasonló a hangja. Ugye nyilván minden tuningnak van, van egy van rossz oldal is, mert azért erősödnek a, a motorhangok. Tehát mivel több üzemanyag, nyilván erősebb lesz a járása, de a 7 és feles az elég közel áll mondjuk a gyárihoz. Tehát egy szép hangot el lehet vele érni, és jó nagy teljesítményt tud. Tehát, mondtál el konkrét számokat, hogy bizonyos nyomó -e mekkora teljesítményre készített fel a motort. Így van, hát az ötös ugye szívó dízelt, azt szerintem hagyjuk is az ilyen 90-100 lóerő között, ami egyáltalán volt ezeknél az autóknál, az, az rendesen vérög a forgalomba, de onnantól föl a, az öt és feles turbó dízel, az már, hát az öt és felesem az ilyen 120-150 lóerőig körülbelül, nagyon maximum 160 lóerő, de szerintem annál többet nem lehet kihozni. És akkor utána szoktunk még egy olyan ö, opciót, hogy a, a, mechanikus adagolóba beletesszük az elektromosból a hatos elemet, így fölteszed mondjuk a 600 os és akkor az tud ilyen 200-250 W-ot. Vagy pedig, ami gyári kereklámpásban is elektromos adagoló, az egy csippel ugyanígy tud 220-240 lóerőt. Hmm. És akkor innentől megyünk fölfele, ez a hét és feles elemet azért szoktam ajánlani, mert ezt vissza is lehet szegényíteni egy ilyen melanikus adagolóba. Tehát hiába tesz, hogy én bele vissza tudod szegényíteni a mennyiséget úgy, hogy akár 200-250 lóvas is legyen, illetve ha nagyon maximum akarod tekerni, akkor 450 lóerőig jó ez a hét és felesenem. Tehát 100 lóerő fölé tudsz menni liter teljesítménybe. Így van. Ha? Egy 20 éves dízelnél. Így van. Az elég súlyos állítás. Hány pedig nem? így van. Ezt már bizonyítottam szerintem. Hát nem is kételkedtem. megtoltuk üzemanyaggal, gazdagon, de most akkor kéne bele levegő is. Most azért azt látom, hogy azért az is megoldható. Így van, hát itt a boldogságot azt ő szállítja nekünk. Ez a főszereplő. szereplő. Igazából az üzemanyag mellé ezeknél a motoroknál egy ilyen turbó kell, és meg is van a powerünk nagyjából. Ezek a turbók, ezek motorsportos turbók, más autóról származó turbók, vagy, vagy hogy lesznek ezek? Mert ez nem ez a méret, volt a családban ilyen autó jó pár évig, és azért az hát átmérőben nagyjából a fele volt a gyári feltöltő Igen. Ez gyakorlatilag egy scania a turbója, amúgy. Mm -hmm. Tehát ez valamint, ez egy, ez egy whole set. Ennek, hát ez egy kicsit hibrid, mert HX40 a belseje, az volt a scania -jé egy HX35-ös házba, ami az Eurókárgonak a turbója, tehát ez azért van csinálva, ugye, hogy minél, hamar, mivel itt nincs se rajtprogram, se áll lesz, semmi, ezért itt is próbálunk annak az irányába elmenni, hogy a teljesítmény azért meglegyen, de viszonylag hamar betöltsön. Tehát tök jó lenne mondjuk a, a hx 40 es turbó, ami a scania a saját házába, viszont nagyon későn éred. Szerintem utcár már nem a legideálisabb. Mit jelent a későnéledés, mert itt ugye egészen a berált számok vannak már persze viszonylatban, hogyha versenyautóról van szó. De ez itt most egy utcai autó. Tehát milyen, 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 hol éred el a töltőnyomást egy ekkora feltöltővel, ami így egy kicsit meg van trükközve? Ö, a maximum nyomást azt nagyjából ilyen 2800 és 3000 között ezzel a turbóval. Uh -huh. Na most mindig ugye kompromisszumot kell kötni, tehát hogyha jön valaki ügyfél is, vagy, vagy valaki tanácsot kér ezzel kapcsolatban akkor mindig azt mondom, 1420 lóerő körülbelül az autó most, mindig azt mondom, hogy lehet több lóerő, elmentünk az 500 irányába, viszont akkor már 4000 körül kezd el betölteni. Mm. Tehát, tehát, csúszik akkor a betöltés, és mivel nincsen ALS, Én kvázi, semmi. Kvázi régi benzines karakter lesz, mint egy régi benzines. Így van, aha. Egyébként az is használható, de akkor, akkor, mindig elmondom, hogy, hogy azért arra, tehát azt tudja az ügyfél is, hogy, hogy, hogy az későn fog éredni. Tehát Szerintem úgy sokkal jobb egy ilyen, ami hamarabb élet, ez 2800-3000 körül, és, és tud 420 lóerőt, mint hogy 500 lóerő 4000-től legyen. És a nyomaték? Ennek ilyen 650 nm között van. Egyébként minél jobb a turbó, viccesem, mert szerintem annál. annál a, tehát a nyomaték nem annyira szökik el. Uh -huh. az, az ugyanúgy, mint egy, egy turbós benzésnél, és ha növeled a turbó méretet, nem, nem, nem a nyomaték lesz az első, amelyik megnő. Említetted itt az als rajta automatikát, ilyeneket a dízelnél, ezek gondolom szóba sem Semmi. semmi. Tehát, hogy ez a jelenlegi technika mellett megvalósíthatatlan, vagy egész egyszerűen a motor működéséből fakadóan? Motor működéséből fa fakadóan szerintem ez, ez kivitelezhetetlen. Mennyire szemérmesek az ügyfelek korom tekintetében? Ugye volt egy időszak, amikor nagyon menő volt kormolni, aztán most ezt talán hogy egy utcai autónál ezzel mit tudtok kezdeni ilyenkor? Én mindig is azt támogattam, hogy minél kevesebb füst legyen. Tehát, hogy hogy ne menjünk el abba az irányba, hogy hú de poén, hogy füstöl. Ez inkább, szerintem akkor van jól belőle egy motor, ha minél kevesebbet füstöl. Tehát igazából addig muszáj füstölni, amíg nincs meg a megfelelő turbonyomás, és egyre több ügyfél is osztja ezt a véleményt. De hát szóval. ugye mindenkinek az a célja, hogy minél hamarabb menjen az autó, hiszen az a jó. Így van, hát van, van egy-két kivétel, tehát nyilván van olyan, hogy hú de jó, hogy füstöl. Én szerintem nem jó. Úgy legyen szerintem beállítva, hogy minél kevesebb füst legyen ezeknek a motoroknak a vezérlése még mechanikus, elektronikus felügyelettel. Viszont amikor fölkerül egy ilyen feltöltő, meg egyebek, akkor itt az elektronikával tudtok mókolni, kell standalone EQ, tehát egy önálló motorvezérlés, gyári vagy, vagy, gyári motorvezérlővel menni. Létezik, létezik hozzá standalone EQ, csináltunk is mi itt két darabot egyébként, de annyira jól írható ennek a vezérlője, igazából annyira kiártuk ezt az utat, hogy én gyári vezérlővel szoktam használni mivel most már percek óta nézegetem, a felhalmozott szakmai tudásomnak a tükrében meg tudom állapítani, hogy ez a turbó nagy. Az írásmód az elég ö, kezdetleges, mert ugyanúgy működik, mint a régi Volkswagen-nél, hogy ö, az epromot ki kell forrasztani. Kiforrasztod az epromot, flesseled, és így az van, megy így vissza. Van, így van. Jó. Szóval egy kezdetleges írási mód, de, de igazából gyakorlatilag mindent meg tudunk vele csinálni. Tehát csináltunk már olyat, hogy idegen autóba ez a motor, viszont a gyári ö, motorköteg és a gyári motorvezérővel működött. Úgyhogy? Egy kérdésre válaszolj még, ami szerintem nagyon sokakat foglalkoztat. Mindjárt kitérünk majd a, motor blokkra magára, meg a forgó alkatrészekre, de hogy azt mondtad, hogy kvázi a gyári adagolóval dolgoztok, a gyári elektronikával dolgoztok. Nem kell belsőségeket venni, jó, nyilván turbóval kell egy határozottabb darab, de hogy összehasonlítva egy hasonló teljesítményű benzines sorhattal, amiben te azért szintén büfé vagy, hogy alakulnak a költségek? olcsóbb egy ilyet megépíteni, vagy drágább egy ilyet megépíteni? A tizede. A tizede. Oké, Szerintem a tizede. Hát most... Gondoltam, hogy kevesebb, de hogy ennyire azért az meg. Legyen inkább, ne esünk túlzásokba, legyen az egyharmada. Uh -huh. Hogyha nagyon szép kivitelezést szeretnék, de egyébként nagyon sokszor csinálják azt is, hogy itt a gyájjelműre fölhegeztik, fölvarják CO-val a turbót, és hogy lehet a költségeket nagyon csökkenteni. De egyébként úgy, hogy szép leömlővel, kifogó rendszerrel, adagolóval, a negyede vagy a harmada. Tehát, hogyha akarok egy 450 lóerős sorhat benzint, és egy 450 lóerős sorhat izet, akkor a harmadába jön ki költségbe. Kb. igen. És ez a fő motiváció, vagy akik hozzád jönnek, azoknál az a fő motiváció, hogy ezzel ütötte be a fejét, és ő dízelt akar. Szerintem egyébként nagyon nagy különbség az is, hogy, hogy ez, is, ez is nyilván motiváló, mert azért a pénz senkinek sem mindegy viszont nagyon nagy különbség az is, hogy ez nagyon tartós. Uh -huh. Tehát, hogy a, a benzéseket ilyen nagyon turbósba igazából csak versenyen használjuk. Tehát ne, kevesen járnak ilyen utcán úgy, hogy mondjuk beülnek, és elmennek a családdal a Horvátban nyaralni. Na most én ezzel már többször megjártam Horvátországot is. Úgyhogy ezek így, és ebben a formában, hogy ezzel a tuninggal el van látva, ez az autó, ez 8 literes fogyasztásra is képes. Az de. a gyári fogyasztás. Emlékszem, hát, apukámi ennyit evett a gyári 177 óraig. Így van, hogyha beállok pályára 130-ra, tempomat, és ez 8 literrel elmegy. Szépen. Nyilván, ha nyomom neki, akkor ez drasztikusan emelkedik. Tehát ez tud akár 50 litert is enni százon. Hát de, de az ez. folyamatos padló, de az meg, az meg kivitelezhetetlen. De azért mondom, hogy ez egy nagyon szép oldal ennek, mert egy benzines tuningba, ö, hiába finoman mész vele, szerintem a 15 alaphangon az is. Illetve nem olyan tartós maga a, a többi rész. És akkor itt a motor, ami mindent kibír gyári állapotában, de fontos, hogy itt a gyári alatt ugye azt érted, hogy nem kell a forgattyús mechanizmus kicserélni, mint amikor mondjuk egy hasonló teljesítményű benzinest építesz meg. Mitől olyan zseniális? Mitől olyan strapabíró? Hát jók voltak a német mérnökök. Jobban nem tudok erre mondani egyébként. De tényleg a, a kezdve a hajtókarra dugattyú, a hengerfej, minden gyári. De semmi az nem nyúlunk. Csak az üzemanyag oldal, a levegő oldal és Így a motor van. érintetlen marad. Még a porlasztók is. Egy dologhoz szoktunk mi hozzányúlni, sőt az elején azt mondtam egyébként a, a dízel hogy addig jó egy motor, ameddig a hengerfejet nem vette le kisiparos. Tehát, hogy nincs hozzányúlva, nincsen gyári hengerfejtömítés, és e, ez alapján keresgettem motorokat az elején, hogy minél jobban látszódjon, hogy bontatlan volt. És szereplugót a versenyautóba szoktunk cserélni, azért, mert az ugye 7000-et forog. Tehát ugye a szereplugó ez ilyen 5000 pár százos fordulatig van méretezve, de úgy oldottuk mert mindig a versenyautónak, hogy felülről kicserítjük, úgyhogy ne kellene menni a Ez a gyári alkatrészek minősége, vagy az összeszerelés minősége miatt fontos, hogy gyári maradjon? Mm, szerintem az a, a nem, ma... nem, kapsz jó után gyártott hengerfejtömítést? De gyárítsa ugyanolyan, mint ami akkor volt a gyári, én ezt gondolom. Uh -huh. Tehát, hogy most hiába rendelem meg a gyári hengerfejtömítést, ami amúgy háromszoros áron van, mint, a, mint az nem lesz ugyanolyan jó, mint amit ebbe beletettek annó ott a gyárba. Milyen értéket képvisel egy ilyen bontatlan OM606? Ezt már felfedezte magának a szcéna, mint mondjuk, mint mondjuk nem is tudom, egy, egy szupraturbomotort, vagy ez még ugye robbanása előtt van? Nem, ez már, szerintem ez már berobbant egyébként. Tehát ez első körben, amikor elkezdtem versenyezni, 50 100 forint körül lehetett kapni, 150. Uh -huh. Most, most 350 ér viszik őket. Tehát 3-350 ezer forint. Nyilván függ itt attól, hogy milyen salangokkal adod. Mert most már a, azt vettem észre, hogy a salangjai is külön, ami, ami kifejezetten OM606 és 605 nagyon drágák lettek, mert senki nincsen ilyen bontva. Ez dugó kettős, ez ugyanis sérült, de ettől most tekintsünk el. Ez egy OM 606-ba jön, ez tényleg ilyen, ilyen teherautó alkatrész jellegű szucs. A súlyán is érzed, nem? Hogy azért ja, nem játik. Ez nem az, amit így 9000-ig forgatsz. Nem, de hétig az el szoktuk. <laughs> Súlyban. Milyen erők lehetnek ott, meg milyen dugatjuk az Egyébként azzal, van. hogy 7000-ig forgatjuk a versenyautót, az az egyetlen probléma szokott lenni, hogy a csapszak kiszakad nekem a dugóból. Tehát, uh -huh. hogy ott azért már értük a motornak azt a határát, amit feszegetünk. Egy évet szokott elmenni egy ilyen motor, és egy év után már hallom a hangján, hogy már nem az igazi, és az szokott történni, hogy ez itt szépen elszakad, és a motoroldát kiukasztja. Szörnyű, hogy ezek a 20 éves német dízelek nem bírják el a gyári teljesítmény háromszorosát a gyári fordulatszám dupláján. Igen, hát, Vállamattal... dupláján, igen, ja. <gül> <gül> és akkor, hogy ezzel mi történt, mert ez ilyen nagyon absztrakt, ez a hajtórúd. Egyébként nekem még nem sikerült ilyet elérni. Versenyautóban ő... sem? Nem görgült meg, vagyis legalább nem, nem szedtük ki, mert mentünk tovább. Szóval legalábbis látni nem láttunk ilyet, mert volt egy-két motorfelrobbanás, tehát lehet, hogy volt pont ilyen is, mert négy bárig bírja amúgy a feltöltés kb. Négy bár turbonyomás. Így van. Ez már erősen kerékpumpa. Plusz az atmoszférikus, tehát öt akkor. <laughs> Úgyhogy négy bárig ezt tudja. A enyémet az, az három, kettő, három, négy körül töltjük, de csak azért, mert 7000-es fordulat. Tehát nyilván a fordulatszám arányába csökkenteni kellett, mert négye nem fújhatom meg 7000-es fordulaton. A négy bár az mondjuk már ilyen 5500-nál nem maximalizálnám a fordulatot. Ez viszont nem a turbonyomástól görbült meg, hanem egy off-road gamer -cibe volt, és túl nagy vízbe hajtottak vizet szívott, hidrostop. Így van. Összenyomhatatlan, helló. A víz ezt is, össze tudja nyomni, úgyhogy sajnos. Uh -huh. <laughs> e, menthető volt a motor, vagy ez itt Ez úgy történt, hogy ezt kifűztem, ezt az egyet, befűztem egy ilyen gyári hajtókart, és Mert hibát. Dolog. Aha. Tökéletesen, de hiba nélkül működik. Tehát még kompressziót is mértem utána, ugyanannyi lett, a kompresszió is ugyanannyi maradt, semmi, ez meg se érzi ez a, ez a, motor. Elképesztő. Sőt, azt mondom neked, hogy ezzel boltba jártak egy hétig így. És az volt a panasz az ügyfélnek, hogy fehéren füstöl az autó, és mikor bemelegszik, azt mondja, hogy egész jó, hm. így. Most akárhogy nézelődök, nem látok a dagolót, viszont van ott egy benzinhíd. Hogy így kötöttél no. ki végül a dízelezés után, ami megcsinálta a te hírnevedet, ami meghozta az ismertséget. Miért építettél végül mégis benzines versenyautót? Hát, erre a, ha egyszerű választ kell adnom, akkor azt mondom, hogy elértük a határainkat. Egyébként szép volt, jó volt, szerintem egy ilyen hat évet versenyeztünk a dízellel, de abba a, az elé a dilemma elé álltam, hogy most vagy, mivel gyári motorokkal mentünk, vagy beépítek egy, egy ilyen 606 motort, tehát elkezdek hajtókar, dugattyú és nyerünk vele nagyjából 100 de akkor ugyanúgy elkezdődik az építés, nem marad meg a szépsége, hogy megtalálok a földön egy motort és gyáriba beteszem. Uh -huh. És akkor úgy voltam vele, hogyha ugyanezt az összeget, amennyire megépítenék egy ilyen 600-at és átbekovácsolnám át a belsejét, egy M104-re fordítom, ami ennek nagyjából a testvér, mert szerintem az alja az egyöntő formába készült. Tehát van egy csomó alkatrész, ami egyébként is stimmel egymásra. Ö... Ha erre fordítom, akkor sokkal több lóerő fog kijönni belőle, és ez így is lett. Számszerűsítve belőle M104, tehát hogy ezek a Mercedesnek a sorhatos benzinmotorjai, így ez van. most éppen 2.8-as. Nem, ez 3.2-es. Ez már 3.2-es. Így van, de ebből volt 2.8, 3 liter, 3.2, 3.4 és 3.6. A 3.4, 3.6 az AMG volt, a 2.8, 3.2 az egymásnak a párja, az nagyjából az ilyen köpcenti meg különbség mm -hmm. van, a 3000-es az a 124-es Mercibe volt, a régi, de a 124-es már tették később a 32-t is, meg a 2 24 szeleppel ki is volt írva hátul. Így van, Ez így a van, nagyon hosszú van. típus jelzés. Így van, de a 3000-es is 24 szelep volt. Egyébként kívülről nagyjából nagyon hasonlóan néznek ki. Arról veszed észre, hogy 124-es motor, ugye, hogy az még ilyen forgalosztós gyújtásos volt. Tehát elején látod a, a gyújtótrafoknak a helyét. É. Ez pedig ez és, pedig már újabb motor nyilván. És szintén elérhető egy rakás autóban ezek szerint. És mm, akkor... Így van, amúgy már egyre nehezebben ezt is. Tehát ez ugyanazokban az autókban volt nagyjából, mint amiben az OM606. Tehát gyakorlatilag a G-mercibe, 140-es bánába, 210-es mercibe, illetve... 202-esben is akkor. Ő, 202 ben is a 28, így van. És akkor volt visszafele még 124-be is. Nagyjából szerintem ennyi. Uh -huh. És akkor ez itt most konkrétan mit tud, és mit kellett csinálni hozzá? A turbót látom, a benzinhidat látom, kovácsolt belsőséget használnod kellett már? Mm, saját, saját hajtókarom van benne, ez hajtókarom van benne, maga a főtengely csapágyak gyáriak, uh -huh. a dugattyú gyári, a hengerfej az ki van portolva, van benne egy szeleprugó, a szelepek gyárja, és a hengerfej is többi része gyakorlatilag gyári, és akkor ugyancsak a körítés. Tehát ami kívül esik szívósor, leömlő turbó, és De mit, az sikerült, nem mit, sikerült, ezzel elérni? Ez most ö, 650 VHP. Keréken mérve 650 lóerő. Így van, tehát az azt jelenti, hogy főtengén ez már közelít a 800 lóerőhöz. Ilyen 750 és 800 között van valahol, attól mennyi a hajtáslánc veszeség. Most ezt nyilván kiszámolni nem tudjuk. És a nyomaték? Ö, hát ennél nem is emlékszem, szerintem 740 Nm volt talán. Tehát minden tekintetben sikerült túlépni a dízelen. Így van. És egyelőre lekapogom, de, de, de tartósnak is tűnik. Tehát voltak kezdeti nehézségek, kicseréltük. Ezek is olyan dolgok, hogy viccesek egyébként, kicseréltük. Úgy gondoltuk, hogy jobbra. Rendeltünk bele egy, egy szeleplugó szettet, titán szeleptányéra, és hát ez a titán, ez kitágult, és beesett a szerep. volt -e szépen? Tehát így, nem, nagyon szerencsém volt, mert megállt egy henger, akkor elkezdtük nézni, hogy mi a baj és észrevettük, hogy, hogy ott nincs kompresszió, szétszettük, és akkor látszott felülről, hogy mintha le, lejjebb lenne a szerep. Volt egy felrobbant motor is, tehát azt pedig én annak tudom be, hogy a, nyilván én a dízelnél megszoktam, fordítva működik a dízel. Hogyha kevés az üzemanyag a dízelnél, akkor az pont, hogy hűl. Tehát pont, hogy nem túl melegíti. Ez viszont elszegényedik, így és elkezd melegedni. Van. És ezért hát kicsit kényelmesre vettük, egy darab AC pumpa, vékonyabbak voltak a üzemanyagcsövek is, a tankban nem volt elliben és gátlón, mert ez egyébként ebbe a kasznyó benne volt a dízelmotor is. Uh -huh. így, így, volt egy ilyen dugattyú leolvadásom az egyes hengerbe. Ezt, ezt én teljes mértékben betudtam az üzemanyagrendszernek, azóta viszont az komplet fejlesztésen esett át. Új csövek, vastagabb csöveken jön előre az üzemanyag dupla AC, illetve a tankot úgy fejlesztettük, hogy egy ilyen NASCAR-ba használt technikával, a hidromattal. Ez a szivacs így van, van ami, benne, ami magába szívja, magába szívja az, magába üzemanyagot, és a lögybőlődés nem szempont. Így van, és innentől kezdve az a szivacs, az egy pufferként is működik, uh -huh. tehát magába szív mondjuk két liter üzemanyagot, vagy hármat, az addig, ameddig nem lép vissza üzemanyag, az neki tökéletesen elég, és azóta semmilyen problémám, tehát azóta, amit kibír, az hihetetlen ez is. Tehát olyan tartós a sikerült, hogy meg vele teljesen elégedve, szóval be, beváltotta hozzáfűzött reményeket.